A Prosperitáti Alapítvány egyik legnépszerűbb pályázati kiírása a startup támogatás volt. A vállalkozás alapjait 4 hétvége alatt sajátíthatják el a képzésen résztvevők. A pályakezdők pénzügyi, jogi és szakmabeli tanácsokat is hallanak majd. Én, mint kezdő vállalkozó, szerettem volna kihasználni ezt a lehetőséget. Mennyire találtad hasznosnak a délelőtti? Hát az eddig hallottak alapján, én nekem úgy tűnik, hogy ez egy érthetően és következetesen fogják nekünk tálalni a vállalkozói alapismereteket. A résztvevőknek minden előadáson ott kell lenniük. Juhász Bálint, a Prosperitáti Alapítvány ügyvezetője köszöntőjében kiemelte. A résztvevőknek a képzésre való elutazása a szerződésekben megítélt összeg önrésze. Itt Magyar Kanizsán Aknesa székhelyen lesz mind a 4 képzési nap. Én elégedett vagyok és boldog vagyok, hogy gyakorlatilag a résztvevők több mint 80%-a itt is van. Ugye 165 jelentkezőnk volt, ebből 7-en voltak nem jogosult vagy nem teljes pályázatot átadó pályázóink. A többiek mind lehetőséget kaptak, hogy a képzésen részt vegyenek, és a nagyon nagy többség ezzel élt is. A képzésen tanultakból a résztvevőknek vizsgát kell tenni. A sikeres vizsga azonban még nem lesz elég a támogatás elnyeréséhez. Ehhez egy megfelelő üzleti terv kidolgozása is szükséges. Mindenki számára